azt ásítsd ki, meg... pipáljad. Itt a nagy izével, ezt streammel. Volt. Mi a fene van? Mikrofon próba, 1-2, 1-2. Mikrofon próba, 1-2, 1-2. Te jössz. Mikrofon próba, 3-4, 3-4. Hiszem itt megfelelőek a dolgok. Nos, hát akkor szép estét kívánunk mindenkinek. Egy nem túl szokványos futam sorozattal fogunk jelentkezni. Itt nekünk, vagy hát felétek. Ugyanis arra gondoltunk, és hát pontosabban főleg Turbo ennek az egész ötletnek az ötletgazdája, hogy mi lenne, hogyha esetleg csinálnánk egy ilyen közösségi futamot, ha már ugye péntek van, és ugye a péntek az nálunk általában hát az ilyen közös gyakorlásról szokott szólni, de ha már péntek van, viszont nincsen verseny, akkor csinálnánk egy ilyen kis péntek esti kis ilyen közös futamot ugyanígy. És én ezt úgy gondoltam, hogy akkor ezt megpróbáljuk ezt valami olyan formába önteni, egy olyan dupla pont, vagy dupla versenyes húsvéti hétvégét ide leszervezünk ide nektek. És hát így szeretném üdvözölni mindenkit, az MRCC 4C Liga ilyen dupla futamos húsvéti hétvége verseny soránál vagyunk. Egy külön kiadás, hogyha szabad ilyet mondanom. És ezúttal sem vagyok itt egyedül a közvetítő állásban, ugyanis a mai estét az Áliga egyik McLaren pilótával, vagy egyik McLaren pilótával kísérhetjük végig. Pleszi. Szerbusz, Pleszi. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Szerbusz, Sancho! Külön kiadás valóban, mint ahogy említetted. Hiszen mind az A-ból, mind a B-ből összegyűltek versenyzők. És kíváncsian várjuk, hogy a nem megszokott autójukban, de tudásaikkal a hátuk mögött milyen eredményeket fognak produkálni. Ugye még a versenynaptárban nem tartunk ezeknél a pályáknál, ugye a harmadik szezonban még nem tartunk ezeknél a pályáknál, úgyhogy nem tudjuk még, hogy ki a favorit, de talán a tavalyi eredményekből valamire asszociálhatunk. Nem tudom, emlékszel-e, hogy ki nyerte a tavalyi amerikai nagydíjat? Glory, ha jól emlékszem, de most ő jelenleg nincs itt a mezőnyben, remélhetőleg majd így útközben be fog majd esni. Glory. Az a lényeg, hogy ez kicsikét olyan teszt jellegű is ez a két futam, ugyanis ezen a futamon, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy pontokat nem osztunk ezért. Ezekért a versenyekért. Tehát ez amolyan világbajnokságon, vagy bajnokságon kívüli versenyek lesznek.
És picikét a lebonyolítás is változik, illetve picikét a szabályok is, ugyanis a ligában ugye engedélyezett az, hogy ugye szabad setupolás legyen. Ez itt most, ebben a hát bő másfél órában ez nem lesz. Mindenki úgymond a lefixált setupokkal mehet majd. Illetve még annyi módosítás, vagy annyi kis módosítást belevittünk itt a dolgokba, hogy lesz egy rövid időmérő edzés, ami már el is kezdődött. Illetve ezt majd kettő darab 25%-os verseny fogja majd követni. Az első futam az majd ugyanígy itt Austinban lesz, a második verseny pedig majd a brit pályán kerül megrendezésre, fordított rajtsorrenddel. Nagyon fontos. Úgyhogy a második futamra külön kíváncsi leszek, hogy vajon. Egy kérdés, ha Ki hogy fog? szabad. Teljes. Mondjad, mondjad. Az időmérő lesz britben megfordítva, vagy pedig a futam végeredménye? A futam, futam. A futam végeredménye. Rendben. Nos, hát már ki is gurultak jó páran a boxból, hiszen ez nem a Q1, ez már az egész kvalifikáció, nincs lebontva a három szegmensre. Annyira én nem is találgatnék most időket, hogy melyik a mérvadó, hiszen, mint ahogy említetted, nincsen szabad setup, nincs szabad kéz, mindenkinek egy és ugyanaz az autó beállítása, mindenkinek egy és ugyanaz a leszorító erő az összes részén az autónak, mind az első, mind a hátsó szárnyakat beleértve. Szóval én szoros időmérőre számíthatok, de persze akik dominálnak az egyes mondhatni osztályainkban, azok szerintem én úgy gondolom, hogy ott lesznek az elején, és bizonyossá válhat, hogy esetleg szerintem az egységes setup nem befolyásolja az erősorrendet, talán közelebb hozza egymáshoz a versenyzőket. Nem tudom, te erről mit gondolsz? Így van, én abszolút egyetértek veled, és most a kicsikét, hogy is fogalmazzak neked, meg kell ezt szokni, hogy nem azokban az autó, tehát még egyszer mondom, teljesen szabadon választottak voltak az autók, tehát nem a ligás autók ezek. Most így gyorsan végignézem neked, azt talán Bence, Rokori, Desperado, igen, ők hárman azok, akik a ligás autójukban ülnek. Mindenki más és ugye, egyáltalán nem ott ül, ahol lennie kéne. Igen, tehát kicsikét olyan szokatlan lesz a szememnek is, főleg, ugye főként ugye én vagyok az, aki ugye közvetíti főként az át. Tehát ha esetleg mondjuk egy Racing Pointot ledompacsínozok úgy, hogy mondjuk turbó ül benne, akkor azért tényleg így előre elnézést kérek, én de majd figyelni korrigállak. Fogom azt, hogy jó, nyugodtan. És ugye nagyon fontos elmondani még egyszer, hogy kicsikét ömlesztve van most itt a mezőny. Vannak az A-ból is versenyzők, illetve vannak a B-ből is. És most én M. Balázson vagyok. Ugye M. Balázs a B-ligának a Racing Point pilótája. Nagyon gyors egyébként M. Balázs. Van már két győzelme, és ha jól emlékszem, talán a második helyen áll a bajnokságban. Úgyhogy közben Turbo nyitja meg mértidővel az első időmérőedzésünket. Így van, 1.32.0. És meg jön be Pisti, két. Hát igen, 3 tizedes lemaradással. Igen. Balázs 33.2 közben. Igen. Ádám Kristóf 32.8. Igen. Igen, bár én még sosem mentem ilyen lefixált setupokkal. Ez egyébként hogy működik? Tehát rámennél a setup részre a menüben, és azt írja, hogy nincs hozzáférésed? Vagy be van állítva valami, vagy pedig a preset 3-mal megy mindenki? Őszintén lövésem sincs.
Rich Bradworth volt egy nagyon jó körön, de aztán bement a boxba. Közben Rokori bejön a Racing Point-tal a második helyre, egy 32-374-jel, pedig Racing Point első sor. Tegyük hozzá, hogy én végig kísértem Turbónak a gyors körét, majdnem minden kanyarban elfékezte, lehet setup, lehet csak pálya ismereti gondok miatt. Már nem hinném, hogy egy ilyen rutinos versenyzőnek egy amerikai pálya gondot okozna. Így van. Tehát még figyelj, mindenkinek még szoknia kell ezt, hogy... Persze. Most tényleg nem az van, hogy... Nem vére menő mindenki a... Tehát nem persze, osztják a pontokat. Persze, még egyszer mondom. Így van. Valószínűleg már mindenki... Úgymond... Parancsolj. Mondjad. Én csak azt gondolom, hogy valószínűleg már itt mindenki lélekben van a kóra készül, hiszen aki nem tudná, az lesz majd a következő futamunk. A következő vasárnapi napon kerül megrendezésre. És szerintem már arra gyakorol itt mezőnek a zöme, és lehet emiatt még nincsenek annyira hozzászokva az amerikai vonalvezetéshez. És nem szokták meg, hogy ilyen kevés leszorító erővel mehetnek. Előfordulhat, közben Adminátor 32-723-mal a negyedik egyelőre. Igen, a kettő Racing Pointot követi, a kettő Toro Rosso. Így van. Turbo Rokori Pisti egyelőre az első három. Igen, közben Jesnek nem sikerült bevennie a box utca bejáratát. Lehet a hideg gumik miatt, ugyanis a sárga oldalfalú Pirelliken ő ment mért kört, valószínűleg már a futamra tesztel, és érzi, hogy az neki sokkal jobban számítani fog, mint az időmérő tempó. Elnézésé, beléd szakítottam, beléd folytottam a szót. El is felejtettem, hogy miről lenne szó, de lényegtelen. Így mondtad Nyestnél, hogy a közepes keverékeken van kint. Hammer Time a keményeken. Ugye Hammer Time a Mercedes pilótája az A-ban. És... Hát most erre az egy futamra most lefoglalta a Williams-et. Igen. Közben érdemes rákapcsolni Rich Brothers-re, aki jelenleg az utolsó a tabellán, mármint a időket mutató tabellán. Neki még nincs mért köre, valószínűleg egy nagyon erős időt láthatunk tőle. Egyéb megjegyzés, amikor gyors körön volt, övé volt az első és a második leggyorsabb szektor. Én most az ő onboardján vagyok, és nagyban lehet látni, hogy a pályán minden egyes milliméterét kihasználva a fehér vonalt, a fehér vonalig autózott itt a gyors részen az első szektorban, ami egy nagyon trükkös, jobb és balos kombináció. Hasonlít a Silverstone-i második szektorra. Majd ott is fogják látni a kedves nézők, hogy mennyire számít ilyenkor az időzítés, és hogy mennyire oda kell figyelni, hogy a lehető legjobb pillanatban váltsák az irányt, ugyanis azért van ennek nagyon döntő szerepe, hogy a csúcspontot a megfelelő időtartamban, hát hogy is mondjam, üssék meg, annak érdekében, hogy a legjobb kigyorsítást kapják, de szerintem már én is belezavarodtam, hogy mit mondtam. Szóval annyi a lényeg, hogy nagyon fontos az ív használat, főleg az ilyen gyors irányváltásos szakasznál, és ebben még segít az autó beállítása is, de hát most mindenkinek fixelve van, ezért annyira nincs beleszólása ilyenkor a pilótának. Közben Rich befejezi a körét. Így van, szerintem két összesen lehet igen, a térképnek. Igen, és bejön is a második helyre, Turbo mögé, egyébként ők a valóságban csapattársak. Aki nem pontosan tudná. A Red Bull színeiben van. Vannak, ugye Turbo és Rich volt azok, akik, és hát pontosabban Turbo volt az, aki lehúzott két komplett szezont a Merciben. Aztán ő is úgy volt vele, hogy hát kell a változatosság. Igen, lehet megszokta az unalmas Mercedes motorhangot, és jobb dolgot kívánt. Lehet. Közben én vadászom, hogy esetleg ki az, aki gyors körön van. Pisti, ezúttal a Toro Rosso-val, Pisti igen, számomra... Nagyon jót ment, eddig nagyon jó körön van. Igen, így van. Tehát Pisti számomra egy olyan üde színfoltja a ligának, hogy egyszerűen rajta lehet látni a legjobban azt, hogy
tényleg néhány hónap alatt hova juthat el az ember. Ugye Pisti, hát egy olyan december környékén került hozzánk. Így volt, ott van, 31.975-tel átveszi a vezetést Pisti. Szóval... bekerült hozzánk, betettük a B-ligába, hogy egy picikét úgymond úgy edze magát, mert ugye olyan előismereteim voltak Pistiről. Hát, bekerült a B-be, volt egy futamot, megnyerte, aztán így azban a pillanatban került fel az A-ba. És ugye jelen pillanatban Pisti vezeti ugye az A-ligát. Nagyon szép, konzisztens tempója van Pistinek. Mind időmérőn és mind futamon. Ugye eddig mind az öt futamot dobogon tudta zárni Pisti. Ugyanis van egy győzelme, egy második helye és három darab harmadik helye. Tehát eddig Pisti nagyon-nagyon jól szuperál ebben a harmadik szezonban. Igen, és tegyük hozzá, hogy sokkal több győzelme is lehetett volna, de mivel ha és volna nem létezik a Forma 1-ben, ezért erről hát még beszélünk, de igen, de eszméletlen tempót tud autózni. Nekem is sokszor így a pályán, amikor megyek és próbálom megfogni, tátva marad a szám, hogy hát ez az ember hogy tudott majdnem egy másodperccel jobb, gyorsabb kört menni, mint én. Hogy egyszerűen nagyon jó időket tud előhúzni a kalapból, látszik, hogy a tökéletességre törekszik, és már nagyon kijárt neki a győzelem. És biztos vagyok benne, hogy a jövőben is ott fogja tartani a nyomást Glorin, Turbón és Richen. Így van. Sziasztok, hajrá mindenki! Szia, Jani! Hello, hello! Én közben Balázsral itt végignéztem egy újabb félkört. És a hetedik egyelőre, 32.876-tal. Ebben a jelenlegi mezőnyben, ezt a 19 fő, ez úgy tevődött össze, hogy ilyen van kettő darab. Hát, vagyis hát pontosabban egy újonc pilótánk és egy visszatérők. Itt a Red Bullt követem Norbert F1-jel, illetve a másik Red Bullt Nyestel, aki most ismételten visszafáradt a box utcába. Közben admin át szóval a Norbert... negyedik helyre. Szóval Norbert F1 és Nyest. Ugye Norbert már a második szezonban volt egy futamban az A-ligában, ha jól emlékszem, Ausztriában. De aztán... visszatért ide hozzánk. Nyest pedig egy abszolút újonc pilóta itt a liga tekintetében. Mind a kettőjük a B osztályt fogja, vagy hát a B-ligát fogja majd bővíteni. Egyelőre még tartalékként. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul majd a velük, vagy nekik a sorsuk itt a ligán belül. Hammertime pedig föltette a lágyakat, és azzal veri igen, az ipart egyelőre. 1,4 tizeddel gyorsabb Eddie saját magánál. Körülbelül a 7.-8. körre fog odaérni, ha az utolsó szektorban nem javítana, de biztos, hogy javítani fog, ugyanis a lágyak azok sokkal gyorsabbak ezen a pályán, mint a kemények. Egyébként, ha megnézed, milyen szépen süt rá a nap az utolsó két kanyar kerékvetőire, a játék nagyon szépen visszaadja a valóságérzetet, és a negyedik helyre jön fel Hammertime, talált az utolsó szektorban 8 tizedet. Igen. Valóban szorosabb lett a mezőny, de a vízválasztó, ha megnézed, akkor Rokori és DK között van, köztük van 3 tized. A top 6 pedig 4 tizeden belül van, ami egy nagyon jó jele annak, hogy egységes a setup. Bár lehet, hogy aki sokat kutat és a megfelelő eszközöket használja, az ugyanazt a setupot találhatja meg, mint a többiek, és ha megfelelőt gyakorolnak. Szóval az is lehet, hogy fix setup nélkül is ugyanezt az eredményt tudnák produkálni a pilóták, de lehet mondjuk fél másodperccel jobb időt tudnának autózni. Hát meg igazából ugye gyakorlás kérdése is ez az egész. Persze. Ez az egész kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen futam, ez tegnap pattant ki így az agyunkból.
És hát még egyszer mondom, tehát ugye a Turbo itt a fő ötletgazda, és az viszont az én, mondhatom azt, hogy az én saram, hogy legyen már ebből is közvetítés. Tehát még egyszer mondom, ez az egész, ez tegnap formálódott így igen. Szinten. Unatkoztunk hát, volna, ha nem lett nem volna verseny a hétvégén. Igen, igen, ugye annó, amikor decemberben összetettük a harmadik szezonnak a naptárját, akkor őszintén szólva senki nem gondolta volna szerintem, és ezt így nyugodtan cáfolja meg, hogyha nem így van, hogy mi ezen a áprilisi hétvégén, amikor húsvét tolás tulajdonképpen, közben Richet ledobta valószínűleg, tehát hogy akkor így nem otthon fogunk ülni karanténban, és gyilkolni egymást U24-ben. Igen, hát sajnos nem ez volt a terv, ezt valahogy. Így van. És Pisti, a Pisti tovább faragott, 31-4-41-6-tizedet. Na. Kimaxolta szerintem a kört. Én Don Pacinót nézem, Don Pacino kezdett meg egy kört. Már is visszatért. Gyest közül, hogyha jól látom, feljött a hetedik helyre. Így van. Én mondom, javított. Nagyon kíváncsi leszek az ő tempójukra. De az a kis csúnya érzésem van, hogy ebből még itt nagyon sokat nem tudunk beszűrni nyesték tempójába, tehát majd legfőképpen, ha nem is Monaco, de inkább Kanadára mondanám, az közben Don Pacinónak elvette az idejét. Oh. Don Pacino járt valamelyre. Valóban egy időmérő, nem időmérő, és egy mérés, nem mérés, hiába van több mért idő megfutási lehetőség itt az időmérőn, de tényleg, tehát egy időmérő nem lesz mérvadó a teljesítményükről. Estéknek. És valóban olyan mondod, valószínűleg Kanadában nyilatkozhat meg, hogy valójában hol helyezkednek el a rajtáson, bár Monaco, én nem írnám le, Janis, szerintem pont az mutatja meg, hogy egy pilóta mennyire technikás, és mennyire tudja a fókuszálást annyira a maximumba, a csillagokig helyezni, hogy annyira végig koncentrálva végig tudja menni akár a versenyt, akár a gyors körét. Tehát Monaco ebből a szempontból nagyon fontos. Igen, az egyik McLaren? Igen, az utolsó hát, kanyarban Desperado. Igen. Neki! Igen, és Jason is járt volna erre. Neki így már nem lesz mértköre. Így fejezte be az időmérőt. Jackson elment. Igen, mert közben lejárt a 18 perc. Leintették a qualit. Na lesz-e olyan kisebb tűzijáték? Ugye Rokori befejezte, Adminator befejezte, Hammertime befejezte, Rich is. Turbo elment egy gyors körre, egy tizeddel gyorsabb magánál. Pisti most fordul rá az utolsó két kanyarra, de elveszi, bemegy a boxba. Ezt már csak Turbo döntheti el. Hatalmas hat fékezett, nagyon későn fékezett az első DRS zóna végén. Egy tizeddel jobb eddig saját magánál. Pisti feladta, mármint rányomott arra, hogy retire. Turbo rendkívül elfékezgeti az autóját, és közben Nyest és Norbi közben bejött a 7. és 8. helyre. Mögöttük Turtle Brother. A 9. Igen. DK 7. DK bejön 7. Turbónak elvette a körét. Elvette? Elvette.
Szélesen fordult, és látszik is, ez már idegből nyomta a gázt. És betolatt a célba, stílusosan. Igen. Na, ha ezt megmeri csinálni Abu Dhabiban, akkor ő a király. Az utolsó körben, szezon végén. Igen. Turbói marad a második, kénytelen ez az eredménye most beérni. Én azért még elnéztem volna ezt az időmérőt egy darabig, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki javított volna. De van olyan érzésem, hogy a futamon itt most lesz minden. Itt kérlek szépen, itt tűzijáték lesz, itt lesz minden. Szerintem. Igen, annyira minden, hogy az egyenesben nem tudom, hogy jót jelent nekünk az, hogy fixált setupok vannak, mert hogyha ugyanaz a szárnyálással próbál valaki megelőzni valakit az egyenesben, akkor nem biztos, hogy meg lesz az a kellő tempó különbség szélárnyékkal és DRS-sel együtt véve. De hát meglátjuk, hogy mind a bagép, és hogy ki mennyire fog jó a kigyorsítani majd a hosszú egyenesre. Remélem az lesz, hogy Pisti elhúz és egyszer csak lényítik őt és soha a játék. Nem látjuk. Igen, reméljük, hogy lehet valami és kerüljük el az unalmas Forma 1 sorsát. Van közben itt az időmérőnek a végeredménye. Pisti, Turbo, Rich, Hammer Time, Adminator, Rokori, DK, Norbert, Nyest, Töhötöm, Ádám Kristóf, Balázs, Ákos, Don Pacino, Sufni, Bence, Árti, Jackson és Desperado. Lesz-e felvezetőkör? Én úgy tudom, hogy lesz. Hogy lesz. Uh-huh. Jó. Akkor... Szerintem... legyen úgy, hogy nézem a hátulját. És akkor jó. Te pedig add ki magadból az egész hangodat, ha olyan a helyzet. Így van. Na, és már Balázs úgy gondolja, hogy mehetünk, meg is nyomta az át. Így van. Kezdődik a felvezetőkör. Minden pilótának a kis csapata elkezd majd visszarohangálni a box utcába. A csapatvezetők felülnek a pitfallra. Kivéve Toto Wolff, mert ő mindig a garázsban szokott ülni. No, hát így van, és elindulnak a felvezetőkörre a pilóták. Hát izgatottan várjuk, hogy a 14. kör végén ki fog elsőként ráfordulni a célegyenesre. És arra is kíváncsi leszek, hogy lesz a safety car. Mert azért a safety car egy 2-3 kört el tud venni a versenyből, és az ilyen 25%-os versenytávon nem a legfénycsibb szerintem. Hát igen. De van, amikor az 50%-on sem, amikor már harmadjára látod azt a Mercit-ot körözni a pályán. Hát Brent Mailandernek is szerintem már nagyon fárasztó. Már... hát de hát... igen. Ezért kapja a fizetését ő is. Ez így van. Ezért van tartva. Igen. Lehet hallani az autójukon. Lótáknak, hogy nagyon próbálják a fordulatszámot alul tartani. Az Barty és Jackson lebontották itt egymást a felvezető körön. És vissza is teleportálódtak a rajtrácson az helyükre. Közben egy kis érdekes taktikázás. A 15. helyen álló Sufni F1 és a 16. helyen álló Bence Formula fognak csak a közepes keverékekről rajtolni, mindenki más a lágy gumikon. Egyéb érdekesség, a levegő 21 Celsius fokos, a pálya pedig 30 fokos, rendkívül jó a tapadás, egy felhő nincs az égen, úgyhogy nézzük, hogy az 5514 méter hosszú pályán ki fogja a legrövidebb utat megtalálni, ki fogja a legjobb íveket autózni, és ki fog a legjobban a gumikkal bánni, és ki fogja a legkevesebbszer a falakkal való kontaktust megtalálni.
Úgyhogy kedves pontosan nézőink, pontosan ezt a szót akartam így helyezkedjenek keresni, el, hogy kényelmesen készítsék be a húsvéti vacsorájukat az ölükbe, ugyanis pillanatokon belül kezdődik a nem hivatalos amerikai nagy díjunk. Nézem a hátulját. Így van. Nézd a hátulját. Én meg akkor itt keresek valami jó kis szembeképet. Lehet hallani, ahogy az alapjáraton mergő motoroknak a hangja elkezd egyre magasabb és magasabb fordulatszámon peregni. És közben az öt piros lámpa pedig kialszik, és elrajtol ez a vegyes mezőny. Pisti nagyon szépen kapta a rajtot, illetve ott a Williams-el Hammer Time. Hopp, ott a Trokori próbálod a beszúrni, és ott az egyik fel, hopp, ott a Toro Rosso-t, adminátort küldték el ott nyaralni. Csúnyán fogalmazva, illetve Norbert F1 is ott eléggé hátra csúszott a rajtot követően, de ahogy láttam, azon kívül el tudtak jönni tisztán, hát fogalmazzunk úgy tisztán. Pisti vezet továbbra is. Igen, Rich Turbo, és hoppá, Hammer Time. A két, kettő Renault összeért Jackson és DK személyében, hát elég csúnyán leterelte őt a pályára Jackson. Úgy, ahogy mondod, a két Red Bull visszaesett, Rich is most már próbálja a pozícióit visszaszerezni, Rokori is nagyon pórú járt a rajtnál, Turbo és Pisti eljön, Hammer Time volt, aki nagyon sokat nyert a rajtnál, de és töhötöm Roller is, ugyanis már a negyedik helyre feljött. Igen, neki de nagyon jól összeért a rajt, gyenge, közben nagyon lemarad Ákos Hun és Don Pacino, a mezőnytől Adminator is kicsit, de ő már nagyon ott van Norbert mögött, és Norbi is nagyon visszaesett, ő már csak a 16. Sokat bukott a rajtnál. Igen. Közben Bence formulát leterelte Desperado Junior a kavicságyba, és visszaesik a 17. Hát, helyre a Mercedes pilótája. Közben Richet Osz... Rich pedig már a boxban. Igen, Rich pedig, igen, úgy, hogy mondod, a boxban van. Rohagálnak ott kifele a közepessel, bizony. Valószínűleg ez egy nagyon okos alávágás stratégia lesz, ugyanis... hogy is mondják ezt, ezt ilyen angolosan a fresh airben fog autózni, tehát tiszta levegőben, tehát nem fogják a turbulens légáramlatok elkapni az autójának az elejét, sokkal jobban vezethető lesz az autó, és nem fog kopni. Ezzel azt akarja elérni, hogy elévágjon Pistijéknek, és gyorsabb legyen, mint az élmezőny. Hogy ez sikerülni fog? Hát ezt pár körön belül megtudjuk. Minden esetre... Ez egyetlen egy húzá... Ez az egyetlen esélye Richnek. Itt hátul, igen, ajjajjajjajjajj, Desperado és Norbert F1. Desperado és Norbi. Én valóban, és Rich utoléri őket, ez egy izgalmas határnak és izgalmas triónak néz ki, szóval... Norbi és Desperado nagyon vágyják itt fel egymást a pályán, nem tudom mi történt, én csak azért kapcsoltam oda, mert hirtelen mondtad. Hát nagyon szépen egyébként lehet látni, a top 3 már is elhúzott a mezőnytől, Adam Kristoff teljesen lemaradt tőlük. És itt hátul lesz majd érdekes, ahogy Rich megpróbálja magát áthámozni Norbin és Desperado. És Desperado kiüti Norbit! És Rich ezzel nyer egy pozíciót. Nem tudom, hogy őket követte, de közben engedélyezte a versenybizottság, a DRS-t. És mennek a boxba többen is, ugye Rokkor is megpróbálja ezt a taktikát, mint Rich szerintem, megpróbál elévágni az élen autózóknak, hát ha sikerül. És Desperado is jön. Töltön pedig kapott egy büntetést. Nézzük, mi a helyzet elől. Na, azt hiszem vissza is tértem közbe. Addig én elszórakoztattam a kedves nézőt. Közben Turbo érkezik, nem a legnagyobb tempó különbséggel Pistire, ez még nem előzési pozíció, nagyon ott vannak egymás mögött. Egyébként itt vagy, mert nem hallom a hangodat.
Közben itt Jackson és töltöm gyepálják itt egymást az ötödik helyért. Na most Jackson már hallom nagyon nagyon sokat nyert itt a rajton, illetve ezen az első néhány körön. Veszi itt vagy még? Valóban. Igen, itt vagyok, hallasz? Én hallak téged. Ötöm a boxban. Közben kap egy 3 másodperces büntetést. Most jó. Na, most én is hallak téged, na. Akkor jó lesz minden. Közben Pisti leszakította a turbót egy másodpercen kívülre, most már nem nyithatja a hátsó szárnyát a Racing Point versenyzője. Nem, és én itt közben hátul itt a húsdarálót nézem, Sufni támadja Nyestet. Vagyis hát itt tulajdonképpen itt egy egész szép kis vonat gyűlt itt össze. Azt mondja, hogy Jackson, Nyest, Sufni, DK... Sufni nagyon jön Nyestre, nagyon jön, és... Egy est vissza, hogy besorol Sufni mögé. És visszaszúr, visszaszúr! Igen. De nem. Beszúrt oda, szép volt. Nem tudom, miért változott meg nekem ennyire a hangom, ezen én is meglepődtem. Őszintén én is. Tehát szerintem mindenki. És megjött közben DK is ide a hadműveletbe. Igen, Sufni lecsúszik az ideális hívről. Jön vissza Nyest közben. És turbo a boxban! Turbo a boxban, ez egy érdekes stratégiai húzás tesz. Reagálnia kell Pistinek a következő körben, ha nem akar egy alávágás áldozatának esni. Te mit gondolsz? Turbo meg fogja most fogni őt? Előfordulhat, bár ugye attól is függ, hogy milyen forgalomba tud visszajönni Turbo. Hova jön vissza? Igen. Visszaér. Vissza, bizony, úgyhogy mehet üres területen ő is. Ha most jól nyomja meg és kivezető körét maxra teszi, akkor ez jó lehetőség lesz. Márpedig én látom az ő telementiáját, és feltekerte az autót a maximumokig. Szóval valószínűleg közben Sufni kicsúszik a második szektorban, a Csiki-Csuki kicsit megtréfálta őt. Szóval Turbo feltekerte az autót teljesen érthető okokból, ugyanis jönnie kell, hoznia kell azt a tempót, amivel talán megfoghatja egy kicsit, és annyira nyomja, hogy már az előtte autózó Bence formulát be is hozta. Igen, most nagyon szépen itt most le tudja vadászni itt a maga előtt közlekedő úriembereket. Ugye 14 kör, tehát ugye 25%-os versenyről lévén szó, maga a... mondjad már, a gumik olyan brutális mértékben nem kopnak. Közben itt Rich, Sufni és Adminátor itt hátul a 10-11-12. Helye! Hoppa! A Sufni gyönyörűen beleküldte Adminátort oda a Rolex-es táblába. Szerencse, Sufniról hogy... Sufniról lepattant, vagy Adminátor nyomott egy Rage-et? Vagy mi történt? Összeértek szerintem. Közben Pisti jön a boxba. Na vajon meg lesz-e? Ezen múlhat, hogy kinyeri a futamot? Jön ki Pisti! És Hamilton Turbo! Közben... Ó, bőve! És fogja nagyon izgalmas lesz! Igen! És... megvan neki! Megvan. Turbo megcsinálta a stratégiai alávágást követően. Sikerült elévágni a Pistinek. Ezt most nagyon szépen ismerte fel, el kell ismerni. Igen, hopp, között a Ferrari járt valamerre, Arti. Bence tolja le a pályáról Artit is szépen csöndben. Közben Nyest már a harmadik és DK támadja őt. DK már a pályán kívül előtte meg Nyest visszaszúr a hajtűben, állóra fékezi a bal első gumiját, driftelve gyorsítani DK-nek, sokkal jobb lesz a kigyorsítása. Megelőzte. Hát azért azt mondjuk nem mondanám olyan biztosra, hogy megelőzte. Ott gyönyörűen egymás mellett. Nézd meg, jön vissza Nyest! Jön vissza egyik őknél, és itt van a DRS. De megvan. És megvan.
Hibázhatott Rich, mert Árti mögé esett vissza. Valami történhetett Pistivel? Hát nem tudom. Itt most és ezzel megkapták ezt az egész vonatot. Igen, Bence megelőzte Ártit. Megkapta a nyakára Richet, és Pisti beszúr! Kicsit ráhúzta Árti, és megérkezett rájuk Rich. Na már ez egy nagyon jó csatának ígérkezik. Pisti a külső évről próbálja megelőzni Ártit, most pedig alá fog fordulni. Sokkal jobb a tapadása annak a torónak. Közben a Nyest volt ott keresztbe. Nyest megcsúszott. Nyest a füvön! Nyest valószínűleg a falban kötetett ki. 5 másodperces büntetést kapott, mert Rich-el összeért. Valószínűleg csak azért... Kicsit közben a boxba. Mert Rich kicsit eltalálhatta, amikor kicsúszott. Vagy ráhúzták, vagy elfogyott neki a tapadása, nem tudom, de közben ezzel... Pisti szúr be. Igen, Pisti megelőzte Árdit, és hoppá! Rich eldobja! Sok volt a kigyorsítás az első kanyarban, már csak azért is, mert az első kanyar nagyon cseles és nagyon hublis, főleg az ideális íven, és nagyon könnyen meg tud ugrani az autónak a hátulja, ha a felfüggesztés nem a legjobb szögben van beállítva. Hát ez sajnos így Rich vagy meg is dobta az autót, vagy pedig egyszerűen túlnyomta a gáz, és ugye nyilván TC offos pilóta, és emiatt megcsúszott az autó hátulja. Megolvadt egy kicsit a futófelület a gumin, és emiatt elvesztette a hátsó tapadást. Egyébként én a Red Bullos pilóták helyében így maradnék a futam végéig, cserében Silverstone-ban 1-2-ből indulnék. Én biztos megcsinálnám, én ezt elengedném, 46 másodpercet még egy safety car mögött is nehéz ledolgozni. Nem azért, mert ilyen a hozzáállásom, hanem tudom, hogy a következő verseny a fordított rajtrács lesz. Igen, de azért Norbert megelőzte egy Desperádót itt hátul közben. Pedig előre szegény... Igen, tehát Norbert nyomja. Ártit gyepálják itt agyba főbe. Én nem közben, Ártit szeretném megbántani, tehát félre ne értsetek, de... Hopp, közben itt igen, itt Hammer Time próbálja itt eltakarítani ott maga előtt a Ferrari-t. Ki is jön Árti inkább? Ugye Árti még nem volt ki? Igen. Igen, valószínűleg ez Árti vissza fog jóba esni. Na viszont most az lesz az érdekes, hogy vajon Pisti megelőzi-e Bencét? Bence nagyon szépen... hajott neki helyet belül, és Pisti gyönyörű féktávval elmegy a Mercedes pilótán mellett. Ezzel felérvén turbó mögé, hát közöttük olyan 1 másodperc körül ketyeg az óra, igen, és ráadásul turbó behozta Jackson, szóval Jackson minél hamarabb meg kell neki előznie, és nézve meg milyen közel van. Nagyon közel, be fog szúrni, igen, beszúr! Kicsit elfékezi ezt a bal elsőt, Jackson alá fordul. Jaj, de szépen Jackson alá is gyönyörű. Fordul, de szerintem nyitni fogja Turbo, a keres nyitja igen. is. Át itt meg már nem tud mit csinálni Jackson a kopott gumikkal, tehát itt ez esélytelen neki. Vajon beszúr neki? Be fog szúrni Jackson? Á, nem hinném. De nem szúr be. Volt egy ilyen... fékezett. Volt egy ilyen elképzelése Jacksonnak. Közben Hammer Time igen. is Bencével, igen, csapattársak, különböző megfordult csapattal a fejében. Igen. Lehet azért is ilyen megengedőek egymáshoz képest, mert csapattársak aztán itt egy kicsit elszorokoznak a pályán. Egyébként nem tudom, te hogy vagy ezzel. Ahhoz képest, hogy ez tényleg nem egy ilyen abszolút, de nem véremenő ütközet, tehát úgymond törés sincsen így ebben ezen a két futamon beállítva. Az így is van dráma gazdagom, tehát nem tudom te hogy vagy ezzel, van. De nagyon hát a hangomból lehet hallani szerintem, abszolút. Hogy van drámai, van drámai csata itt mindenhol. 1,6-ra van továbbra is Pisti turbó mögött, hát még van körülbelül 7 köre. De hogy is 7 köre? 6. 6, így van 6 köre. Hú, dráma. Hát ez a korona. Mások 1,4. Figyelj, meg Pisti be fogja hozni. Pistire kapcsoltam. Én is úgy érzem, nagyon látom benne a kapacitást. Közben a levegő felmelegedett 21 fokra, már csak 1,3 tized köztük lévő különbség. Bocsánat, hogy itt a szabadba vágok, a két Renault járhatott valamerre. DK lebontotta a Jackson. Jackson gumiából ítélve. Kemény? Érdekes. Lehet elnyomott valami stratégián, nem mindegy. De megjött ide egy Desperado is. Jackson koszos gumiaiból kiindulva.
Indulva ez... szerintem izé megjárta a füvet. Desperado törte közben, nyert fogja őt utalni, mert még nem tört egy Desperado, hanem csak ő is megjárta a bukóteret. Na de! Egy másodpercen belülre érkezett Pisti Turbózki Pest, de van egy olyan érzésem, hogy Turbo most nagyon tartalékol, és az Erszet megnézvén valóban ugyanis nullára van neki tekerve, 70%-os az Ersze Turbónak, Pistinek pedig 41, Pisti nyomja ahogy csak lehet, és ez látszik abból is, hogy megfutatta a versenyben az egyik leggyorsabb kört, 1.35-114 ezre. Így van. Itt két körön belül legkésőbb előzés lesz. Hátul Ákos egyébként milyen, egyébként milyen vicces mondani, hogy gyakorlatilag Pisti és Turbo most az utolsó helyért meccsel. Igen, igen. Vajon ki az, aki utolsó helyen kezdheti meg majd a brit nagydíjat? Közben Bence próbálja még... előzni Ákost külső ívőre. Én még sosem láttam ekkora akaratot. Hát gyönyörűen aláfordult itt közben Bence itt hátul Ákosnak. Feljön a 9. helyre, és most Artig... Látszik az előnye annak a piros oldalfalú Pirellinek. Közben érdemes átkapcsolni Pistire, ugyanis jövök, ott van Turbóxil árnyékában, hozza, de letekert a nullára hirtelen Pisti. Turbo viszont overtaken van, nagyon védekezik Pisti, beszúrja! Nem szúr be, várni fog következő körig valószínűleg. Turbo nagyon állóra fékezgeti azokat a gumikat. Szerintem teljesen szétbarmolta már a futó felületet. Hát még van neki 4 kör, szóval úgyhogy nem ajánlatos. Én még nem láttam ekkora akaratot Pistiben, hogy ennyire akar egy utolsó rajtkockát Silverstone-mal. Turbo hibázott kicsit. lement az ideális ívről. Pisti ott van, na vajon egy beszúr, nem hinném, hogy befog. Első kanyarig szerinted most el fogja kapni? Benne van. Most nagyon közel van minden, eddiginél közelebb van egy tökéletes kiorsítással, nagyon megkaphatja magára Turbo Pistit. Még távol van. Szerintem vár egyelőre. Vagy csak szimpla lehet, hogy a... Így van, hogy a hosszú egyenesre próbál tartalékolni Pisti. Igen, tartalékolja az Erszet, de nagyon gazdagon takarékoskodik Turbo is, ugyanis 75%-os neki az energia viszonyerő rendszerének a jelenlegi tárolása. Ez a Bencéje a leggyorsabb kör. Norbert kapott 3 másodpercet, és igen, Bencéje a leggyorsabb kör. Piros gumikkal. Azaz a lágyakkal. Helyes. Közben Rich már a 6., mi kezd visszajönni? Igen, Ádám Kristófnak az aiját ott eltüntette onnan maga elől. Na, és akkor most nézzük igen. Pistit. Nézzük Pistit, nézzük hogy Pistit. Hát ha most itt a DRS-sel meg tudja-e fogni, közeledik! Igen! Beszúr! Nem szúr be, de beszúr! Beszúr! De ott tudja tartani Turbo az autót. És Turboé a belső ív egyelőre, de Pisti gyönyörűen csinálta! És Pisti átveszi a vezetést? Átveszi! De figyelj, Turbo nagyon ráfordul, ráfordul neki, Turbo meg fogja próbálni! Itt most meg fog próbálni Verstappen fél manővert, biztos vagyok benne. De nem ért oda az autója mellé. Kicsit most lemaradt tőle, 0.4-re. Hát de most itt a DRS zónál vagy megint megpróbálhatja. Biztos vagyok benne, hogy neki is ilyen gondolatok forradnak a fejében. Nagyon szépen gyorsított ki, sokkal jobban, mint Pisti. Már 0.5-en belül van tőle, de nem hinném, hogy be fog szúrni. Megpróbál szerintem is tartalékolni az élesre. Ő ezt még nem adta föl fejben. Turbo nyomni fogja a véletekig. Hammer közben leszakadt tőlük, és Rocori már a 4. helyre feltornázta magát, közben embalást éri utol Rich, és hoppá! Turbo gazdagodott 3 másodperccel. Igen, elkezdett sietni. Lehet elengedi. Igen, lehet most kezdette idegből vezetni, hogy elvesztette az elsőjét. Bár nem hinném, hogy idegből vezetne a Turbo, mert azért annyira, hogy is mondjam, nem értékes nem számára futam, ugyanis nem osztják a pontokat. Igen. Így van, tehát itt majd jövő héten, vasárnap, itt majd Momassuba... Na ott lesz minden! Ott lesz minden! De oda néz, Turbo hozza! Turbo hozza, 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 de Pisti beúzódik a belső ívre! Tehát nem tud mit csinálni, Pisti. Megpróbálja körbeautózni. Mindketten állóra fékezik a gumijukat. Turbo ott tudja tartani a külsejében, de most nagyon figyelnie kell, hogy Pistit ne engedje annyira kívülre, de Pisti megint eljátsza vele ugyanazt, és megint ott tartja kívül az autót. Turbónak megint kénytelen. Aláfordul, gyönyörűen! Nagyon szépen csinálja! Megcsinálja!
közel, de közel kerék azt, a kerék ellen, ha ott csatáznak Pistivel. Nobel-díjat adok neki. És ott tartja! Opp, egy picit összeértek! Kívülre, és turbó megforog majdnem! De megfogja! Igen, picikét ott összeértek. Hűha, de szépen csatáztak most. Hú, és most jöhet, megjön a DRS-sel turbó. És megint jön turbó a DRS-sel. De kár, hogy csak 25%-os ez a verseny. Én biztos szavaztam volna ezt a csatát az év legjeire. De közel, de közel, de közel most egymás az a két bajnokság él lovas. Igen, ugye Pisti vezet és Turbo a második a bajnokságban jelen pillanatban. Igen, hát, igen. Ugye, pontosan. Még egyszer mondom, ugye jövő héten Monaco, tehát eddig 5 futam ment le a 21-ből, itt még bármi megeshet. Mind az A-ban, mind a B-ben. Tehát itt... Persze. Ezt a, hogy ez a két fiatal ember így gyepálja itt egymást, mondjuk akár egy Richel karöltve, vagy akár egy Glory-val, vagy akár veled karöltve, itt én szerintem a hajamat fogom kitépni szezon végére, hogyha szabad ilyet mondanom. De megint jön DRS-sel turbó, de most eléggé messze van. Távol. Nem fogja betenni innen. Á, nem. Nagyon mélyet fékez, nagyon mélyet, de már túl távol van. Valószínűleg Pisti innen meg fogja érni, ha nem hibázza el. És így, ha így marad, akkor Desperado fog pólból indulni. Nem tudom, mennyi időt fog egyébként igénybe venni a rajtrás megformálása. Hát, ha nem, akkor maximum, ahogy a Palik mondta egyszer még régen, az időjárásról fogunk beszélni hosszan. Maximum. És egyébként... ott van M. Balázs a hatodik helyen, a B-sek közül ő áll egyébként a legjobb helyen. Ádám Kristóf hetedikként, Árti 11, Árti és Sufni közben itt, igen! Sufni megpróbált pontosan olyan Verstappen-esen beszúrni, ahogyan ott vizionáltad a turbóéknál egy kis körrel ezelőtt, de itt az a daráló megint itt gyönyörűen itt egybe van, Árti, Ártinak egy nyugodt métere nincsen, és Sufni támadja nagyon komolyan. Nagyon kell koncentrálnia, ilyenkor az idegek harca a döntő, ilyenkor azt számít, hogy ki melyikkor veszti el a kontrollt az autója felett. Ez már nem azon múlik, hogy ki hogy veszi az ívet. Itt már tényleg tényleg az a mérvadó, hogy ki mennyire tud koncentrálni és ki mennyire tudja fenntartani ezt a koncentrációt. Közben Turbo megpróbálkozik egy utolsó rohamra, Pisti beúzod, itt Turbo ott van mellette, beteszi Turbo mellé! Pisti megpróbálja kinyújtani, hogy a turbó kicsit letessékeli. De most és Pisti most Pisti lesz van az belül, turbó bizony. Most kívül megpróbálhatja. És Pisti megforog! Összeérhettek! Egy az egyben Vettel Ricardo 2018-ot látható. És megjött Hammer, táj! Megjött Hammer! Hát gyönyörű! Figyeld, Hammer be fogja rákolni ezt a futamgyőzelmet, figyeld meg! Ha Pisinek nincs büntetése, akkor itt Hammer lehet ennek a nagy győzelme. Beteszi-e Hammer? Nem teszi be. Nem. Viszont a lepattanó ez most tényleg Hammeré. Turbo ezzel nem nyeri meg, és Hammer így csak a harmadik. Igen. Hammer tának is. De Rokori bejön a harmadik helyre, azt figyeld, mert Hammernek igen, is volt büntetése. Igen, Hammernek is nagyon sok volt. Húú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 ! Mekkora volt ez a futam. Rich az ötödik. M. Balázs 6. Ja, tehát... és még van még egy. Tehát ez nagyon fontos, van még egy. Töhötöm. 9. Ádám Kristófnak az alja, oda Veson Ford átad a hatodik helyre. Szépen, gyönyörűen. Dompacsinót diszkvalifikálták. Ez azt jelenti, hogy Dompacsinó fog a pólból indulni. Igen. És közben Jackson is nyomott a retire-t. Hát az még Jackson... itt a végén is még megjött itt a buli. Dompacsinó pólból, Jackson második. Desperado a harmadik és Nyest a negyedik helyről fog indulni. A futamon. Így van, de még azért kedves nézőink, ez hatalmas volt. Én azért mindenkitől elnézést kérnék, hogyha túl hangos lettem volna, vagy valakit megijesztettem volna itt a sikítozásommal. De hát mindenki tudja, hogy az izgalom. És mi beleéljük magunkat. Így van. Na szóljon az a Carmen az a dobogón. Szóljon az a Carmen, egy pesgőzenek. Szóljon a Carmen, jöjjön a Carmen. Carmen Zsorda.
Yes! Aki nem tudná, így a rokori. A pezsgőzés daláról beszélünk. Atta, megjött a kármazsorda. Én mindjárt jövök. Jó van. Mindjárt visszatérek. Ellenőrzem, hogy a hangommal minden rendben van-e. Ez a pálya egy halál, írja Don Pacino. Nekem nincs ezzel a pályával bajom, őszintén szólva. Na, de akkor az első futamnak a végeredménye. Pisti Turbo, Rokori, Hammer Time, Rich, Ádám, Kristóf, M. Balázs, Ákos, Bence, Sufni, Norbert, Töhötöm, Adminátor, Árti, DK, Nyest, Desperado, Jackson és Don Pacino. És akkor így fordulunk majd rá a második futamra. Csak négyszer lökte ki 14 kör alatt. Hát... Szerintem, Adminátor, te is most így örülhetsz, hogy nem egy... nem véremen itt a buli. Hát most megbosztulhatsz. Lehet ilyet mondanom. Közben itt azt nézem, hogy... Közben, amíg várunk a gridre, illetve arra, hogy Plessy visszatérjen, addig nem tudom, mint el szórakoztatjuk itt egy... Ami már meg is történt. Na, hát... Hogy láttad ezt az első futamot, és így mit vársz a másodiktól? Én a másodiktól azt várom, hogy szép előzéseket láthatunk. Pistitől és Turbótól, akik versengeni fognak, hogy feltörjenek. Jobbnál jobb pozíciókért szerintem ez sokkal jobb és izgalmasabb futam lesz. Ugyanis meg kell említenünk, hogy a Silverstone-i pálya az nem egy könnyű pálya. Nem azért, mert éghajlati szempontból sokszor esik. Azért mondom, mert itt most nem fog esni az eső, mert direkt szervezőre vagyunk állítva. Nem azért egy technikás pálya, mert a sikányai miatt, főleg az utolsó szektorban nagyon kritikus a kigyorsítás, és az első szektor végén, tudod, van ez a visszafordító, meg a gyors balos, na, ott a kigyorsítás kritikus, mert akkor elérjük a régi célegyenest, és a délre zónákra kigyorsító kanyarok, fontosságúak lesznek, és biztos vagyok benne, hogy fogunk látni nagyon szép alárfordulásokat, mint ahogy Fernando Alonso is csinálta. Beszélhetném még a Kops kanyarról,
ami ugye nagyon szép előzési lehetőséget biztosíthat, viszont ne járunk úgy, mint Grozsán, tehát ne forogjunk meg a box utcában. Igen. És igen, a kopcban elfér két autó, ha jól csinálják és megértik egymást, mert ha egy pillanatig is nem ugyanazt az ívet autózzák, akkor onnantól kezdve mindketten a shoulder high-ban kötnek ki. A kopsz után következik a Megos, Beckett és a Chapel, ugye a híres három kanyar, amit nagyon gyorsan be lehet venni, mint amiről már beszéltem, és nagyon fontos a csúcspont és a kellő tempó átvitel. Nem tudom, emlékszel-e a Village kanyarra, ahol Raikkonen kiütötte 2018-ban Hamiltont. Szeretnél látni ilyen drámát, mint nem. Amikor akkor volt? Figyelj, ha már annyi dráma lesz itt, mint amennyi volt USA-ban, én akkor már boldogan fogok lefeküdni ma aludni. De azért annyi drámát nem szeretném, mint amennyi spanyolban volt. Nem. Nem, annyit nem. Jó. Akkor már megvan az értelmezési tartomány. Én még arra is kíváncsi leszek, hogy az első kanyarban főleg hátul rajtolók, hát mennyire fogják meginni a levét a merész bepróbálkozásoknak, ugye a húsdaráló az mindig darálja a húst, és biztos vagyok benne, hogy sokan be fogják tenni az első kanyarban. Hát igen, te mit gondolsz erről? Fontosságú lesz itt, vagy hát egy neurologikus pontja lesz itt ennek az egész dolognak az első kanyar, hogy... Igen. Remélhetőleg nem fognak autók mindenfele röpködni. Arra adjunk ennyiben. Igen. Közben már többen releaseznek. Így van, jön a második utam. Azon gondolkodom, hogy beüljek én is versenyezni. De inkább maradok. Na, és akkor 17 másodperc múlva el is kezdődik. 5,89 kilométer hosszúságú brit nagydíjnak otthont adó Silverstone Circuit nevezetű pályának körözgetést. Tippek a futamra! Te hogy érted? Őszintén? Ki fog nyerni? Hát Rich egy fokkal, egy lehelletnyivel jobb helyzetben van. Hangya bukányival. Fogalmazhatunk így is. Bár én nem tudom, hogy mekkora egy hangya bokány, vagy egy hangyának a bokája, de... Szerintem Rich egy fokkal előrébb tart. Ha jól emlékszem, ugye a 4.-5. hely környékén végzett Rich. Tehát viszont még egy ennek is meg lehet a hátulütője. Húsdaráló. Nagyon komoly a húsdaráló. A kemény húsdaráló és a lepattanó itt nagyon számít. Biztos lesz olyan, aki kipörög. És na, hogyha azt el tudja kerülni, akkor az már megint egy jó pont. Hiszen ennek nagyon meg lehet tenni ugye a levét, hogyha a húsdarálóból kijött húst szafatokra nem figyel oda az ember és eltalálja őket. Ez ugye egy hülye hasonlat volt. De remélem, hogy értik a kedves nézők, és természetesen te is, hogy mire gondolok. Abszolút. Én értelek. Jó. Akkor jó. Ne feledjük, hogy a Stove kanyar, a második DRS zóna, utolsó, mármint az utolsó DRS zónát, lezáró kanyar, nagyon trükkös, mindkét éven tökéletesen megfelel az autó számára a tapadás, és kívülről, illetve belülről is lehet előzni, ha mindkét pilóta figyel egymásra, ugye ezt mutatta be Max Verstappen és Charles Leclerc, biztos emlékszel a csatájukra, a 2019-es szezonból, kívülről, belülről próbálkoztak, többnyire Leclerc megnyerte a párbajokat, nagyon szépen visszaelőzött kívülről, nem tudom, emlékszel-e. És belülről Verstappen nagyon szépen megtréfelt a Vettelt,
És hát mindenki tudja, mi a következmény azután. Bólogatok bőszen. Kiköltöttek. No, akkor... mindjárt azt indul nézem itt a mindenről. Nézheted? Úgyis a húsdarálóban történnek az izgi dolgok. És így jön ott az alfa elől, Don Pacinoval. Don Pacino nyert. És a második. DK. Igen. Mert kilépett Desperado. Igen, Desperado és Jackson így eltűntek útközben. Itt valahol, valamerre. Igen, nyert, nagyon rajta van Don Pacinon. Ugye... igen. Igen, és itt hátul durboék. Így akkor egyébként, a rajt... egyébként már itt már most megmutatkozik a taktika. Ha szabad ismertetnem, Pisti, Hammer Time, Rich. Ádám Kristóf. Közepeseken. Bence is. Ők közepeseken. Adminátor is, át is. És Rokori, Turbo, ők meg már piros oldalfelú Pirelliken, csak úgy mint Nyest, Don Pacino, DK, Töltöm, Norbi, Ákos és M. Balázs. Hát ha jól számolom, akkor... 8. 8-an indulnak közepesen. Igen. Igen. És 9-en. Lágyról. Kiegyenlített lesz, az biztos. Igen. Lesz egyébként én egy dolgot nem értek most. Nyest azt hiszi, hogy elrajtoltunk, vagy miért húzott el ennyire Don Pacinótól? Vagy most nem, sietnie tudom, kell, vagy ajra kapcsolt? Igen, bár ebben annyian rossz, hogy kihűlnek a gumiai, mert ha megnézed, csak most járnak a Beckettsnél. Igen, a vége az. Tehát itt az nagyon, az de elején nagyon hideg gumia lesz Nyestnek. Hát meg itt nagyon konkrétan az elején. Tehát itt az első négynek. Hát itt töhöltem még bezárólag. Nagyon okosan csinál Norbi, hogy lelassít egyébként. Itt elől, és mindenki ghostingol, itt már jön a húsdaráló része. Hát igen, ezt most nagyon meg fogják nyerni a rajtot szerintem, Ritchék. Ezt most megmondom neked előre. Na. Az Alfa már az első rajtkockát elfoglalta, felértek a Ferrarik. És a mezőny középső része, és most fogja, és most foglalja el Pisti. Igen, a sorolt kockát. Na! Na. Úgyhogy én most szerintem beülök ide Pistihez. Rendben, én nézni fogom Don Pacinoékat, kiulladnak a rajtlámpák. És elrajtol a második és verseny. És ebben a pillanatban elrajtol a mezőny. Nyert nagyon jó rajtot kapott, bejön Don Pacino, de mellette ott van Arti. Arti bemeri ilyet tenni, nem merte betenni. Don Pacino eljön az élén, ott van akkor. Jaj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 
keresztbe. Ákos, adminátor megint a showderba. Szerencsétlen adminátor nagyon komolyan kapja itt ma az ívet. Ugye... Nagyon kapja, a ligában Pisti is. Már is majd 10 helyet javítottak. Igen, a 9. Pisti. Ez mennyi támadja? Dompacsinót eddig nem sikerült őt megfogni, a DK zárkozik fel a Red Bull pilótája mögé. Árti, Adam Kristoff, Rokori nagyon sokat nyert a rajtnál, eddig ő van a legelőrébb. De azért itt sem úgy gyenge, Rics is ott van a 8. helyen. Igen. Pisti is, Rics már embalást támadja, a külső íven támadja, Rics embalást, érdemes rájuk kapcsolni, érkeznek a kopszba, Rics ráhúzza, és körbeautózza! Gyönyörű! Megcsinálja! És elmegy a Mercedes, de szépen csinálta! De az ilyen Balázs nem nyugodhat meg itt a buliban, mert itt jön Bence. Nyakára kapta a második Mercedes pilótát, Bence Formula nevével. Ó, itt közben is elől is. Ott van Pisti. Ádám Kristóf is nagyon, nagyon szépet rajtott. Rokori milyen gyönyörűen ott felismerte ott a helyzetet. A Rokori szárnyal itt ezen a futamon. Rokori nagyon szépen csinálta. És ott beteszi Ádám Kristóf mellett. Adam Kristoff ott tartja, és Rokori kívülről, és Rokori megcsinálja! Apám, mi csinál itt Rokori? Hát hány helyet javított? Hát nézzük már meg, ott van 12 helyet javított. Hát óriási. 12 helyet! Közben nyestúszik hátra! Mi történt este? Miért futamának annyi? Mi történt vele? Szerintem ott is volt egy kis úsdaráló, nagyon komolyan.
De nem törhet össze az autója. Hát akkor retire, hát most... Hiszen... Akkor retire. Ez a két opció és van. És közben... Közben Reach! Reach is jön fel! Pisti viszont beragad Balázsék mögé, és mögötte megkapta a nyakára. Turbót! Folytatódhat, kedves nézőink, az Austin-nak D2.0-as verziója. Igen, de most itt egy komplet itt a B-ligás egyvelege, még itt egy át kell rágyunk magukat. Bolyt kaptunk, azt és midje, oda hogy Pisti. Jött oda Pisti! Oda néz Pisti! Elengedi. Az magot, ott az nem volt azért, annyira nem tökös őse, hogy ide beteszi. Igen, azért védjük. Turbó közben, turbó, valamerre járhatott. Turbó alatt nagyon megcsúszhatott az autó, pont nem láttam itt történt, de nagyon értékes pozíciókat vesztett. Lehet ki kéne állni és üres levegőben autózni. Szerintem a szélárnyék által bekövetkezett tapadás hiány lépett fel a Racing Pointja első tengelyén. Pisti hatalmasat fékezett közben Tompa csinálni a leggyorsabb kör, Rokkori követi őt, na vajon megcsinálják-e? Ugye tegyük hozzá, hogy kemény keverékeken van Pisti, közben Turbo már ki is állt a boxba. És hoppá, Árti alatt megcsúszik az autó, Pisti pedig gyönyörűen kihasználja az esélyt, és Árti megforog! És Árti elvesztette az uralmat az autója felett, egy pillanatra úgy tűnt, mintha megfogta volna, de aztán mégsem, és teljesen elvesztette a kontrollt a Ferrari felett. Ezzel Pisti felér Rich mögé, Rich pedig előzi Adam Kristófot, külső íven a... Külső íven van Rich, nagyon most szépen ott tartják mindketten... Hoppá! És megforog! Mi történt itt Rich-sel? Azon túl, hogy megforgott? Egyben keresztezték az ívek egymást! És Adam Kristóf faj ráhúzta, faj Rich próbált nagyon kitenni, de Rich megforog! Igen, kezdheti itt megint itt az előre evickélés. Ah, shit, here we go again! Így van. Körülbelül. Ezzel igazából... És hoppá! Adam Kristóf elvesztette az uramat az autója felett, hirtelen ott termett mögötte Pisti, és valószínűleg meg fogja előzni. Adam Kristóf teljesen védi az ívét. Ott tartja, kívül van még mindig, de Pisti valószínűleg nagyon mélyet fog fékezni, és meg fog szúrni Adam Kristóf mellé. De Adam megpróbálja kívül tartani az autót, eddig úgy tűnik nagyon szépen el tudnak egymás mellett menni. És Pistinek megvan. És Pistinek megvan a pozíció, nagyon szépen csinálta. Közben bocsánat, hogy ennyit beszélek. Szerintem én még nem beszéltem ilyen keveset közvetítés alatt. Bocsánat. Tiéd a szó. Ádám Kristóf megforog. Nagyon felmelegedhetek azok a hátsó gumik szerintem. És Pistit megkapja Rokkori. Úgy tűnik Rokkori egyébként nem bírja behozni Tompa Csinót. Valószínűleg nem találja ritmust. Hammer Time is ott van már Pisti mögött egy másodperc, sem mögöttük töltöm. Kiáll éppen a boxba Rich Brothers. És nem játszott el azt, mint Grosjean. Oda néz, feltette a lágyakat. Na, gumivágust láthatunk most? Végig megy szerinted? Szerintem meg fogja csinálni. Ezzel szerintem Rich végig fog menni. Történt valami a hangoddal, mert nem hallak. Egyeztetek. Itt történtek itt érdekes dolgok. Az gyönyörű. Milyen érdekes dolog történt? Jackson benn maradt a lobbiban. Az nagyon komoly. Az igen. Közben és nem tudott elrajtolni. Nem. Pisti is, Rokkori is, és Don Pacino is a box utcában. Pacino is, az első három. Vajon lesz-e boxban? Vajon lesz-e alávágás? Rokkori... Don Pacino kijön. Jó, láttam, hogy... Ja nem láttam. Hammer Time megelőzte Töhötömöt. Töhötöm ott van a belső íven, és vissza fog támadni valószínűleg. Á, nem. De Hammer Time, de szépen gyorsított ki, de elnyúlt tőle, nem fog visszaelőzni Töhötöm. Nem illene. És Turbóé közben a leggyorsabb kör, aki ott van Rich szárnyékában, nagyon keményen. Érdemes rájuk kapcsolni. Nagyon küzdelenük Akos Hun, de most Rich beteszi mellé a Mercedes-t.
gyönyörűen. És hoppá, kihasználja az turbo is. Turbo is, így ahogy mondod. Vonatlozhatnak itt hátul. Igen, egymást követik a pályán, ez nagyon fontos, hogy kritikus jön. Embalát ismét előttük, és Pisti megkapja meg erre a súfnit, aki elválasztja tőle Rokorit. Rokori pedig nyomhatja tovább, utolérje a Tompacsinot. És ne felejtjük, hogy Hammer Time, ha most nagyon megnyomja, akkor nagyon nagy előnybe keveredhet, ugyanis rajta a sárga oldalfőrök pillanatok vannak, azaz a közepesek, tehát ő valószínűleg lájat fog majd feltenni az második etapjára. És ez abból a szempontból jó neki, hogy a végén ugye sokkal frissebb gumival többet fog tudni majd támadni. Közben töltöm már ki a boxba, Bence Formula feljön ugye a második helyre. Te mit gondolsz? Szerinted most Hammer Time azt gondolja, hogy na most Hammer Time van. De nagyon durván Hammer Time. Igen, most Hammer Time van, bizony. De Bence is ott van a második helyen, Adminátor, DK. Ugye ők négyen még egyelőre nem voltak kint. Új abroncsokat kapni a kis versenyszemélygépjárművükre. Közben DK csatázik itt elől Adminátorral. Közben itt ketten ugye a boxban, Töhötöm és Norvi. És közben Rich Brothers a leggyorsabb kör. Igen. Rich megint utol fogja itt érni itt hátul M. Balázsékat. Richnek is nagy Hammer Time-ja van. Van a 8. Pisti. Megnézem, hogyha kiáll a Hammer, akkor hova jönne vissza? Hammer körülbelül Rokoli környékére jönne vissza szerintem. Don Pacino-tól, igen. Bár itt ugye, ugye itt szokatlanul hosszú a box, mert egyrészt 60-nal szabad csak menni, másrészt pedig két kanyart levág, és már ott érvénybe lép a speed limit, ami, mint említettem, 60 km/h. Igen, ugye a Rokori nyerni akar, akkor utol kell érni a Don Pacinót, de jelenleg Don Pacinót árti hátrát adja, szóval ki kéne használni a Rokorin, de amit kimondom, Don Pacino elmegy az egyenesben Árti mellett, úgy ahogy van, de Árti megpróbál visszatámadni. Hát Ártinak még ki kell jönni. Oda néz, vissza fog szúrni. Lezárja Don Pacino gyönyörűen zárta, igen, a kaput. Nagyon szépen csinálta, korrekt is volt. És késői. Ezt szépen csinálta. Hammer Time közben a Hammer Time a boxban. És oda néz, mint mondtam, feltette a lágyakat. Pistié közben a leggyorsabb kör. Igen, Pisti kicsit, mintha eltűnt volna. Pisti támadja Rokorit, érdemes oda kapcsolni. Itt ülök Pisti belsőjében. Mármint a belső kamerájában. Rokori nem fog tudni vele mit kérdeni. A lágyakon érkező... Pistivel. Beteszi. Rokori hagyd neked. Meg fog forogni! Nem forog nem. Meg, megfogta. Gyönyörűen. Ilyet is csak Pisti tud. Ilyet is csak Pisti tud, hogy megfogja innen. Bár ez hozzájátszik az ABS Loffis, amivel sokkal jobban meg lehet fogni az autót. Bár nem füstölt neki az első tengelye. De itt szerintem itt az, a megosztveket Csepel után itt meg fogja kajálni Rokorit. Tehát itt... Itt kőkeményen, ha Even tudja tartani az adót, már pedig nagyon szépen eddig Even tartja, levágta a pályát, biztos, hogy kapott érte warningot. Na most! Na lássuk! Jó kigyorsítással! Na lássuk a medvét! Közben Bence a boxban. Közben itt Rokornak védekeznie kell, kívülről fog próbálkozni, egyértelműen későn akar fékezni. Nézd milyen későn fékez, ott tartja! Közben Árti kimenekült onnan inkább előlük. Opp, egy kis kerék a kerék ellen! És Pisti megelőzte Rokorit. De oda néz, Rokori jön vissza! Beteszi az első kanyarba Rokori! Igen, igen, beleegyezett oda. Na de vajon Rokori ott tudja tartani, mert hogyha most az... Oda néz, hogy elfékezi Pisti, mert hogyha most az elkövetkező 2-3 kanyarban ott tudja tartani Rokori, akkor lehet megpróbálkozni egy előzéssel. Közben Akosunk gazdagodott 3 másodperce. Már távol van. Megfogja! Igen, nem lesz elég szerintem. Nem fogja innen. Nem. Mint hogyha úgy láttam volna egy picikét, mint hogyha megbicsaklott volna a Rokori. Igen, én is úgy láttam. Na közben DK vezeti át a futamot. Don Pacino pedig feltekerheti azt a motort. Igen, az fontos hozzátenni.
És Don Pacinónak nyomnia kell most, ami a csöbön kifér, mert Pisti, ha ilyen tempót folytat, akkor meg fogja ütni reggelire. Hát ilyen. És van még ezen kívül 5 kör. Tehát igen. Itt nagyon finom reggelije lesz itt. Vagy hát, vagyis hát most már vacsorája lesz. Hát én szurkolni fogok. Domba, vagy hát Pistinek. Én most szurkolni fogok, hogy legyen valami csata. De aztán lehet, hogy itt Okori is itt összeszedi magát, aztán még neki durálja magát még igen, egyszer. Igen, próbálja a lépést tartani Pistivel, és akkor nézd, milyen gyakran fékezgeti el Pisti ezt az autót. Azt a kis Toro Rosso-t. Én egyik őket sem érem le, és Dicke ebben a pillanatban kijár a boxba. És akkor most kezdődik el a hajsza. A végéig kezdődik, hát mondhatjuk végjátéknak is. És közben Rich érkezik Rokori mögé. Rich felér, és őt követi Turbo, majd mögöttük van Hammer Time. Ha Don Pacino jól fog kigyorsítani, akkor meg fogja tudni védeni az első helyét. Szerintem. De azt nem cáfolj meg, hanem innen kívülről nehéz megmondani. Hát én most itt a hátulját nézem, de itt a hátuljában egyelőre minden oké. Okay. Húzdráló azért most nincs annyira. Bár ha jól látom, egyedül most Norbi és Adam Kristóf között van valami akció. Igen. Hát itt azért érdemes szépen... Érdemes kapcsolni. Érkezik Pisti Don Pacinóra, nagyon érkezik. De ez még nem előzési pozíció. És ott van mögöttük Rokori. Ő is ott van egy másodpercen belül Pistire. Ez nagyon szép kis trió lesz. És nagyon szép lesz a bővül a társaságok Richel és Turbóval. Rich jelenleg 3,5 másodpercre van Don Pacinótól, Turbó pedig 6 másodpercre. Igen, ez az intervall fűre lefordítva, az 2 másodperc, illetve 2,7. Igen. Te jobban látod. És figyeld meg, egész szép ott a kis gumipaletta. M. Balázs a kemény keverékeken... keverékeket gyepálja a 8. helyen. Hopp, közben Pisti. Igen. Igen, Pisti elkezdte a rohamozni Don Pacinót. Igen. Ezt még megúszta Don Pacino, szerintem a következő DRS-zónában lesz nagyobb veszélybe. Kivéve ha nem gyorsít ki olyan jól Pisti, hogy elkapja itt a kopszi, de lement a shoulder eye-ba a bal oldal az autónak. Ezért valószínűleg kicsit a bársbordok meg a gumi futófelülete kapott egy kis kavics adagot. De nézd meg milyen közel van. Nagyon hát ez meg lesz itt neki hátul. Ez nagyon komolyan meg lesz itt neki. Most sokkal jobban tudott gyorsítani. Don Pacinónak nézzük mennyi ersz van, semmi ersz nincs Don Pacinónak. Pistinek pedig nagyon sok van. El fog mellette menni nagyon keményen. Hát Pisti igen, tehát próbálja egy Don Pacino itt a belső ívet. De... Kicsi belső ívet! És megforog Don Pacino! Megforogtak mindketten! És Rokori elmegy! Atya világ, megint itt mi van! Hát spanyol 2.0! És igen! Mi volt itt? És Rich megy el! Pisti a második, Turbo a harmadik! Ááá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 á
tudja folytatni. Abba adja itt a hadműveletet közben, Hammer time! Azt hittem, hogy megforog. De azért Hammer is azért sokat hozhat itt az ügyön, mert most itt ő is itt nagyon komolyan megjött. Mekkora dráma volt itt? Atya, hát mondom, Tótok és Spanyol 2.0-át. Frankon mondom neked. Hát... Meg frankon mondom neked azt, hogy itt igazából egymást keresztezték az évek, egyikük sem volt hibás. Igazából nagyon közel akart maradni Pisti Dompacsinóhoz, és Dompacsinónak kedvezett igazából szerintem a pálya, hiszen ő volt előrébb, tehát pályapozíció övé volt, és emiatt elforradt a ketten. Rokori szegénye meg nem tudta lereagálni olyan hamar, és annyira nem tudta lereagálni, hogy a megpörgött Tororoszóban ő pörgött meg, és aztán pedig amikor tovább ment volna, jött Rich kívülről, és Rich is eltalálta Rokorit, és Rokori akkor is leírt egy 360-at. Kedves nézőink, így alakult egy hatalmas dráma. Én megpróbáltam felvázolni. Te is így láttad egyébként?
én autókat láttam keresztbe kasul mindenfel, tehát... Akkor valahogy így. Igen. Na de vajon lesz-e egy Pisti Rich akció a elkövetkezendő két körül, belül, ugyanis már csak hát, két ugye. Kör van hátra a futamból. 1,3 tájéken táncolat a delta köztük. Lehet még Pisti még neki veselkedik. De hát most, hát most annyira sok erre se nincsen neki. Szerintem... Igen, tartalékot. Esetleg talán Rich-nek még mindig kevesebb persze van. Igen. Hát nem tudom, szerintem már nem igazán lesz itt... cucc. Közben a Merci, Bence, igen. Azt hittem Bence csinál egy komplet rajtpróbát itt a fűben, de nem. Talán erre itt járhatott. Hopp, itt közben, igen, itt a Bések is itt egymásra találtak, Ádám Kristóf és Balázs. Itt a 8. helyért. Ádám Kristóf megelőzte Balázst. És ott van előttük Norbi a 7. helyen. Ugye ő, mint Bés. Most itt az a kis Bés csomag itt gyönyörűen itt egybe van. Egybe csomagolva itt a... cuccba. Egy töltöm is nagyon szép futamot ment egyébként, ott van a 6. helyen. Rokori, szegény Rokori nagyon sokat rajta vesztett. Itt a kis kakaskodáson. És 1,1. Rokori megforog! Magától forgott? Utolsó szektor. TCO-fot is dolgozik? Nagyon sokat bukott. Hát igen. Pedig egyébként én először azt hittem neked, hogy... hogyha ott a kis... buli ott el tudott menni, úgy ugye ott, amikor Don Pacinoék ott megforogtak. El tudott menni, ott ketten ott leírják egymást, aztán Rokorinak így úgymond ölébe húlik a győzelem. Hát sajnos ez nem így alakult, de hát... Igen, itt nem nevető harmadik, itt nevető negyedik lett. Igen, tehát csúnyán fogalmazva ezért szeretjük ezt a sportot, hogy itt össze-vissza gyepálják egymást. És szerintem még jó is, hogy erre a futamra nincsen így törés, mert itt szerintem akkor már sokat itt nem maradtunk volna. Bence, igen, Bence megint keresztbe. Na de itt az eleje, Rich, Pisti, Turbo, Hammer Time. Azért itt a futam végére beállt itt a világrendje. Na igen. Hát kvázi ez az erős sorrend. A hivatalos bajnokságban is. De hát nincs Glory, és ő nyilván beleszólna. Az élen történő csatározásokba. És ugyan a büntetés bele fog-e szólni? Épp ezt akartam kérdezni tőled, hogy a büntetések majd pedig meg fogja nyerni. Richet leintik. Isti ott van, marad mögötte, nézzük, Turbo előrébb fog-e ugrani, nem ugrik, akkor kedves nézőink, Rich megnyerte. Így van. Másodikat. Pisti előtt. Norbert F1 6, M. Balázs Adminátor, Ádám Kristóf DK, Rokori Ádám. Igen, Norbinak most sokkal jobb futama volt. Rokori inkább fánkozik egyet szerintem. Így van! Itt most van lehetőség. Most már lehet. Hát ezt az autót, ezt most föl lehet pakolni, azt lehet vinni Monakóba. Mikor diszkvalifikálja őt a játék? Szerintem nem arra megy nyitva. Hajba kapcsolta. Na. Hát gratulálok mindenkinek. Így innen is. Én is gratulálok mindenkinek, ez óriási volt. Szerintem hát holnapra nem lesz hangom. Nekem még van valamennyi, úgyhogy...
Na, úgyhogy én itt akkor mindjárt leolvasom itt a második futamnak a végeredményét, és akkor ezzel szeretnék elbúcsúzni. Rich nyerte tehát a második futamot, Pisti, Turbo, Hammer Time, Töhötöm, Norbi, Embalázs, Adminátor, Ádám Kristóf, DK, Ákos, Sufni, Bence, Rokori, Árti, Don Pacino és Nyest. Úgyhogy... kedves nézőink, véget ért ez a kis dupla futamos kis haddelhadd itt péntek este. Hát szeretnék mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánni. Már amennyire lehet most ez így... Na, tehát az a lényeg, hogy ez ilyen fura húsvétunk lesz, de tényleg kitartás mindenkinek. És reméljük, hogy egy néhány héten, hónapon belül szép volt. Így van, Turbo, szép volt. Szóval, hogy egy, tényleg egy pár hét múlva visszatérhet majd itt az élet. Úgyhogy Leszi, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én köszöntöm a lehetőséget. Jövő héten Monakóban találkozunk. B-liga 10-15, A-liga 17-30. Hasonlóan fantasztikus versenyek elé nézünk. Na hát akkor köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Sziasztok! A viszontlátásra!